Hölgyeim és uraim és non-bináris társaim. Hölgyeim, uraim és non-bináris társaim! A taftos, tupírozott tónitesi tonna számra tolja a tartalmat a tonhalaknak. Békés karácsony, tonhalak! Békés karácsony, tonhalak! Tóni addig járkált influencer bulikba, és addig mutogatott kölcsön kecókat, ameddig el nem érte az 1 millió követőt a TikTokon. Szép ó, töcsi! Szép ó, töcsi! Szép ó, töcsi! POV, készüljetek velem eladni a vesémet! Ezt az eseményt pedig újabb készülődős videóval ünnepelte meg. Készüljetek velem az 1 millió követős fotózásomra. Hivatalosan is 200 követő és 1 millióan vagyunk, amit egyszerűen nem vagyok képes felfogni. 6 éve kaptam tőletek egy platformot. Mi csak kölcsön adtuk a TikTokot, úgyhogy óvatosan. Hol a kicsiton, aki akkor kezdte csak el igazán felfedezni ki is ő valójában, feltételek nélkül önmaga lehetett, megteremtettünk egy közösséget. És milyen kedves tőle, hogy tesz bele egy kis ASMR-t is. Megteremtettünk egy... Egyből lejön ebből is, hogy amit a Tóni csinál, az egy színes, szagos, de üres fétis content. Now that is something. Ew. It's really f***ing good. Te most normális vagy, fiam? Megteremtettünk egy közösséget, ahol bőrszín, nemi identitás, vallás, szexuális orientáció, vagy bármi egyéb külső megbélyegzéstől mentesülve, Magyarország több mint egy tizede szabadon létezhet. Én nem tudtam, hogy csak ennyibe kerül a szabadság, hogy meg kell nyomni egy folót. A Petőfi megnyomta a folót? Nem nyomta meg, ez volt a baj. Ha miért nem nyomta meg? Miért nem nyomta? Tónikám az én Magyarország legkeményebb egytizede, az itt van nálam. Oh God! Realizálni, hogy mindez nem lesz itt nekünk egy nap, ettől lesz véleményem szerint az élet igazán felbecsülhetetlen. Nem akarok 20 év múlva arra visszagondolni, mi lett volna, ha... Ha megkéred a ChatGPT-t, hogy írja meg neked a legközhelyesebb, legmézes-mázasabb mondatokat, akkor lehet, hogy pont ezeket fogalmazná meg ő is. Tökéletlenségeitek tesznek titeket igazán tökéletessé. Megtalálni önmagad a legfelszabadítóbb dolog ezen a világon. Ha hiszel magadban, bármi lehetséges. Úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Ha megálmodtad, meg is tudod valósítani. Ami nem öl meg, az megerősít. A tegnap történelem, a holnap rejtély, de a ma egy ajándék. Ez a best ever! De egyediek és megismételhetetlenek vagyunk, period. A sajátodunkat járjuk, és ez így van jól. Gyönyörű vagy, voltál és leszel aknéval és akné nélkül is. Mic drop, anyukáim. Szeretlek titeket. Ha mindenki úgy tökéletes, ahogy van, akkor miért hirdet szépségápolási termékeket? Mondom, girl, are you kidding me? Szeretném megjegyezni, hogy én csak fullos nézőket szeretnék, szóval kapjátok össze magatokat. I'm obsessed. Best ever! Csak a bennem rejlő potenciába és az utamra koncentrálok, egyet megígérhetek. Én egész életemben harcolni fogok, értetek? Mert ti értem, ugyanezt tettétek. Köszönöm. Mondjuk nem tudom, hogy egy influencer szájából az, hogy harcol értünk, az pontosan mit akar, mondjuk nem tudom, beöltözik a termékünk színébe? Shut up! De én szaván fogom majd a Tónit, és elvárom, hogy harcoljon értem. Én egész életemben harcolni fogok, értetek? Mm-hmm. Amikor én értem el az 1 milliót, na az volt az igazi. Nekem már 4 éve megvan. Térképet is felteszem a térképre. Ja, és itt nincs szabadság, itt az van, amit én mondok. Mm-hmm. Antal bekészítette magát a milliós követős TikTokos hacacáréra, ami hogy mit jelent, azt a következő videóból meg is tudjuk. Az egy 8 éves lelkivilágát tükröző bizarr szektás rituáléban a többi TikToker körülállja a rangidőst. Most még istenükként tisztelik, de aztán kiszabadítják a testi börtönéből, és megeszik. Az itt a probléma, hogy egyre többen vannak. Be kell izzítanom a videógyártást, mert nem lesz elég ennyi videó, amennyit csinálok. Én tényleg tökre udvariasan kivártam a videó végét, de nem történt a végén semmi. Azt hittem, már ott a végén lesz valami nagy életmegfejtés, ott a TikTokosok elmondják, hogy mi az élet értelme vagy valami. De át lettünk verve a palánkon. Azokat a TikTokokat kell azonnal áttekerni, amik úgy kezdődnek, hogy várt ki a végét. Period. És? Hol a csenge? Milyen barátnő ez a csenge, hogy el sem megy a milliós babazsúrra? A csenge csak videóüzenetet küldött, biztos Amerikában van. Több százezer kilométerre vagyok Magyarországtól. Te vagy az egyik legkeményebben dolgozó és legkitartóbb ember, akit ismerek. Tóni a legbátrabb és legkeményebben dolgozó influencer, aki harcba megy értünk. POV, készüljetek velem eladni a vesémet!
szelf, kerested a láb! Hálás vagyok azért, hogy együtt élhetjük meg ezeket az élményeket és emlékeket. Nagyon örülök, hogy a barátomnak tudhatlak. De azok, akik ott együtt táncoltak vele, azok miért küldenek neki videóüzenetet, amikor együtt voltak? Tudod, hogy úgy szeretünk téged, mint hogyha a nevelt fiunk lennél, szóval maradj mindig ilyen életvidám. Milyen jó fejek az Antal nevelő szülei, hogy ők is támogatják. Mint hogyha a nevelt fiunk lennél. Mondjuk szerintem a nevelő szülők nem sokkal lehetnék idősebbek az örökbefogadott gyereküknél. Maradj mindig ilyen életvidám. Gratulálok a 100 000 követőhöz Musical.ly-n, és írtam neked egy nagyon komoly rappet. Legújabb dalnak a reflénye az lesz, hogy a vállamon a póló Hyper, Nova, mást ne várj el. Itt vagyok, az űrben, ennyi, Cyber. Jövő héttől rendelhető. Valamint még szeretnék gratulálni a Tóninak ahhoz is, hogy ellentétben a Petyával, ő megkapta a hitelesítő pipát a neve mellé. So cute. Ez a fontos életcél szó szerint ki van pipálva. Szerintem Tóni sem azért ennyire extrém, mert ő tényleg így érzi jól magát, hanem van benne egy adag provokáció is. Múlt héten kaptam egy telefont a menedzseremtől. Jó, az a menedzser, ez nagyon felvágósan hangzik. Hogy 7 percetes titok, de hamarosan megnyílik Európa egyik legexkluzívabb Calvin Klein üzlete. Hát így tud titkot tartani ez a srác? Megtudja az infót, és egyből kikotyogja ezt a titkos titkot taktikusan a TikTokon. Kiderül, a több száz ember közül én vagyok az egyik, aki a brandet ebbe a kampányba képviselni fogja. Látták a Calvin Kleinnál, hogy milyen korszakalkotóan hordja az alsógatyájukat a Tóni, egyből kiválasztották a kampányra. Antal a bugyogóviselés legkomolyabb pionérja. Shut up. Calvin Klein egy igazi PC márka. Calvin Klein-t úgy szokták hordani az emberek, mint hogyha valami nagyon drága luxus márka lenne. Jöttek velem Európa egyik legexkluzívabb Calvin Klein üzlet megnyitójára. A márka New York-i képviselete engem választott a kampány egyik arcának, ami fehér neműből is be voltak raktározva. Ez a This is Love feliratú szett volt az egyik kedvencem. Hú, de jó, This is Love, nagy. Tóni a fétis mesevilágában folyamatosan készülődik, és influencer partiról influencer partira jár. Készüljetek velem egy influencer eseményre! Kemény az influencerek GR-WM-es élete, mert ezek az események még aludni se hagyják az embert. 24 órája vagyok ébren, egy órája szállt le a gépünk Dubajból, nyomtam egy huncut 20 perces power nap-et, és gyakorlatilag fél óra múlva indulnom kell. Lehetnének ritkábban ezek az influencer események, mert nem szeretném, hogy az Antalnak valami baja legyen itt a végkimerülésben. Te vagy az egyik legkeményebben dolgozó ember, akit ismerek. A sok buli közben azért tessék néha lazítani is, Tónikám, nem csak mindig a munka-munka. Együttműködéshez tartalmat forgatni, lehet letöltöm a face-upot. Bálint! Ennyi fért a mai videóba, lehet, hogy valamikor folytatjuk a Whisperton elemzést is. A következő videóban találkozunk, és ami nagyon fontos, webshop a leírásban. Vegyetek Hypernova cuccokat. Period. Period. Mua.